Üdvözöllek a Kérdezz Felelek videósorozatban, ahol az olvasóim korábbi kérdéseire válaszolok. Kaptam néhány olyan kérdést is, aminek azért alaposabban utána kellett járnom. Az igaz, hogy írtam egy-két könyvet, amelyekben elég bonyolult tudományos levezetések vannak, de én sem vagyok minden tudó guru. A fénybiológia, kvantumbiológia egy hatalmas és szerteágazó tudomány, millió részletéről lehetne beszélni. Én leginkább a lényeget szoktam kihámozni, és leginkább a biológiai vonatkozásait. Ebben a videóban most kicsit elkanyarodunk a fizika felé. De ne ijedj meg a fizikától, ajánlom, hogy maradj itt és nézd végig a videót, mert ez a kérdés is el fog vezetni egy fontos puzzle darabhoz a biológiában, ami segít jobban megérteni a cirkadián ritmus és a fénykörnyezet szerepét, aminek aztán gyakorlati, hétköznapi következményei is vannak. A kérdés az így hangzott Gábortól. Idéznék a Napfénydiéta könyvet 70. oldaláról. Érdemes megfigyelni a színhőmérséklet napszaki változását is. A reggeli 1800 Kelvinről 16000 Kelvinre nő a naplementekor, majd este szintén 0 Kelvin. Ezt mi okozza, miért van a különbség, miért van az, hogy a feljövő nap színhőmérséklete más, mint a lemenőjé? Ugye itt látható a kérdéses ábra. Láthatjuk, ahogy változik a napszak, úgy változik a föld felszínre jutó napfény összetétele és a színhőmérséklet is. A rövidítések jelentése, a VIS az a látható fényt jelenti, az IR az infravörös, az UVA, UVB pedig értelemszerűen a ultravioja A és B sugárzásokat. Megjegyzem, hogy az ábra az nem precízen írja le a színhőmérsékletet, csak egy körülbelüli modell közelítő számokkal. A színhőmérséklet az némileg függ a földrajzi helytől és évszaktól, légkör összetevőitől is, például a felhők, a páratartalom, légszennyezettség mértékétől. Itt egy újabb ábra, ami mutatja a különbséget a színhőmérséklet értékekben. Vízszintes tengelyen a nulla értéknél van a napkorong a horizonton, és van egy előtte-utána 15 perces skála, mind a napkeltén és a napnyugtánál is. A függőleges tengelyen található a színhőmérséklet skálája. A piros vonal a napnyugta, kék a napkelte. Az látszik, hogy napnyugtakor meredeken emelkedik a színhőmérséklet, napkeltekor kisebb meredekséggel lefelé tart. Először egy pár szó akkor a színhőmérsékletről, ami egy fizikai tulajdonsága a fénynek. Én nem vagyok egy nagy definíció bemagoló, ezért inkább felolvasom. A színhőmérséklet a látható fény egy jellegzetessége. Egy fényforrás színhőmérsékletét az általa okozott színérzet és egy hipotetikus feketetest sugárzó által létrehozott színérzet alapján határozzák meg. Izzólámpák esetében, mivel a fény izzásból származik, a színhőmérséklet jól egyezik az izzószál hőmérsékletével. A nem hőmérsékleti sugárzás elvén működő fényforrások, mint például a LED fénycsövek esetében, közvetlen fizikai jelentése nincsen, ezért ilyenkor inkább korrelált színhőmérsékletről beszélünk. A színhőmérséklet mértékegysége a Kelvin, ahogy a hőmérséklet SI mértékegysége is. Tehát a lényeg, hogy a hőalapú fényforrásoknál a színhőmérséklet körülbelül megegyezik a fényforrás hőmérsékletével, mint a Wolfram szálas izzólámpa, 2700-2800 Kelvin körül van, és a Wolfram szál is ilyen hőmérsékleten izzik. A nem hőalapú fényforrásoknál egy viszonylagos színhőmérsékletet lehet értelmezni,
Általánosságban az alacsonyabb színhőmérsékletű fényforrásokat, így 2-3000 Kelvin körül vörösebbnek érzékeljük és melegebb fénynek nevezzük. A 5000 Kelvin fölötti, kb. 5000 Kelvin fölötti fényforrásokat hideg fényeknek nevezzük és kékesebbnek érzékeljük. Íme néhány körülbelüli színhőmérsékleti adat. Megjegyzem, hogy a holdfény egyébként a visszavert napfény és némi földről visszavert fénynek a kombinációja. Aztán a színhőmérséklet után van még egy-két elméleti fogalom, ami fontos a kérdés megválaszolásához, ez pedig a fény szóródása, elhajlása. Miért van az, hogy a napkelte és a napnyugta vöröses, narancssárgás színű? Azt érdemes tudni, hogy a napkelte és napnyugtakor a nap körülbelül a horizonton van, alacsony az állása. A fénynek hosszabb utat kell megtenni a földfelszínre és a szemünkbe, mint a déli órákban. Így nagyobb légréteggel és több légköri részecskével, nitrogén, oxigén és vízmolekulával találkozik. És így a rövidebb hullámhosszú fények, az ultraviola és a kék eléggé szétszóródik a légkör részecskéin, ezért látunk ilyenkor inkább narancsos, vöröses színeket a napkorong körül. A vörös szóródik legkevésbé, ez jut el a leghatékonyabban a szemünkhöz, mert hosszabb a hullámhossza. A kék fény rövidebb hullámhosszú sugárzás jobban szóródik, erről a Rayleigh szórás fizikai fogalom kapcsán lehet többet olvasni, akit érdekel a téma mélységeibe. És akkor egy másik fizikai jelenség az a fény elhajlása, amit láthatunk a fehér fény prizmán történő felbontásakor, vagy a légkörben a vízrészecskék hatására. A napfény UV, lila és kék fény komponensei hajlanak el leginkább, ahogy a földre eljutnak, és ezért a legérzékenyebben reagálnak a napszak változásaikor. Ugye ez is számít az észlelhető színhőmérsékletnél. Tehát, ahogy a napfény halad át a különböző légrétegeken, kisebb-nagyobb mértékben visszaverődik, szóródik és elhajlik. Ez hullámhoz függő, azaz a vörös másképp viselkedik, mint a kék fény. És hozzátenném azt is, hogy nyáron körülbelül kétszer annyi a kék fény a napfényből, mint télen. Ez is számít. Na és akkor jöjjön a lényegi magyarázat, miért van különbség a napkelte és a napnyugta színhőmérséklet értékei között, hiszen mind a kettő látszólag ilyen szép vöröses, narancssárgás szín. A napkelte és a napnyugta nem teljesen ugyanaz a folyamat, ha a nap és a föld viszonyát vesszük. A napkelte előtt a kék előbb jelenik meg, és később a vörös. A napnyugtánál viszont pont fordítva, miután lement a napkorong a horizont alá, marad még némi kék, ezért is szalad fel a színhőmérséklet. Továbbá ez egy fokozatos átmenet délután. Arányaiban egyre kevesebb lesz a vörös, és több a kék. Ez magyarázhatja a színhőmérséklet folyamatos növekedését. A napnyugta előtti időszakban fokozatosan nő a kék aránya a vöröshöz képest, de alaposan szét is szóródik a légkörben, majd napnyugta után szürkületkor, napnyugta után egy fél-egy órával így hirtelen visszaesik 0 Kelvinre. Tehát napkelte előtt és napnyugta után is több a kék. Ez az úgynevezett sapu elnyelődéssel, az ózonrétegben magyarázható. A fotósok ezt az időszakot hívják kék órának. És akkor bónusz magyarázatként, hogy milyennek az egésznek a biológiai jelentősége. Írtam róla több helyen, hogy miért lenne fontos a napfény által vezérelt cirkadián ritmust optimálisan futtatni a nap
napfénynek a spektrum az napszak és évszak szerint is finoman váltakozik, és ennek fontos biológiai jelentősége van. A különböző arányú és intenzitású fények más-más biológiai üzenetet hordoznak. Ahogy a napnyugta utáni szürkületkor, vagy a napkelt előtt hajnalban, még a horizont alatt van valamivel, kékes lesz az égbolt. Ez egy jelzés a kék fényérzékeny melanopszin receptoroknak, a szemünkben és a bőrünkben. Szürkületdetektoroknak is szokták nevezni a melanopszin receptorokat. És ideális esetben ennek hatására a tobozmirigyben hajnalban leáll a melatonin termelés, este szürkületkor pedig beindul. Tehát, hogy van kék fény, vagy nincs kék fény, ez a kérdés. A napfény napszaki és évszaki váltakozása tulajdonképpen egy vezeték nélküli információforrás a hormonjaink számára, és ezt a kommunikációt rontjuk el sajnos a mesterséges fényekkel a modern világban. Kezded érteni az összefüggéseket? Ezért is szorgalmazom a napnyugta utáni kék fénycsökkentést. Este a kék fény jelenléte önmagában, és a kütyük 5500 Kelvin körüli színhőmérséklete azt üzeni az agynak, hogy déli napsütés van. Összefoglalva, van különbség a napkelte és a napnyugta körüli színhőmérséklet értékekben. Függ a Föld naphoz viszonyított helyzetétől és légköri komponensektől. Napkeltekor előbb jelenik meg a kék fény, mint a vörös, napnyugtánál pedig pont fordítva. Ezért a kék fény késő délután egyre nagyobb részarányban marad, igaz, szétszorodva a vöröshöz képest. Így emelkedik fokozatosan a színhőmérséklet a nap folyamán, és ahogy lement a napkorong a horizont alá, egy darabig még marad a kék tartomány, aztán idővel ez is eltűnik, és jön az éjszakai sötétség. Ennek a folyamatnak fontos biológiai jelentősége van, üzenetet hordoz az agyunk számára, hogy optimálisan futtassuk a cirkadián ritmust. Köszönöm a kérdést, és remélem követhető és hasznos volt a magyarázat. Bevallom, alaposan megizzadtam, mire összehoztam ezt a videót, azért remélem sikerült helyére tenni nagyjából ezt a kérdést. A pontos fizikai magyarázat a jelenségnek valószínűleg ennél jóval bonyolultabb. Ha esetleg tudsz jobb magyarázatot, akkor ne fogd vissza magadat és írd meg kommentben. Ha tetszett a videó, akkor köszönöm, ha nyomsz egy lájkot, feliratkozol a YouTube csatornámra, mert hamarosan jövök újabb kérdésekkel és válaszokkal a fény, táplálkozás, sport és életmód területéről. Köszönöm, hogy velem tartottál, és kívánok szuper jó egészséget. Sziasztok!